Gyurcsány Ferenc kazincbarcikai látogatásán nemhogy beszélni nem volt hajlandó velem, de még a személyre szabott ajándékát sem fogadta el tőlem. Sőt, még arra az egyszerű kérdésre sem adott választ, hogy a Dobrev Klára által elképzelt elszámoltatás vajon milyen sorrendben fog történni, vagy hogy képzelte ezt. De akkor nézzük meg a videót, hogy hogy utasítja el az ajándékom a Gyurcsány Ferenc. Jó napot! Látnál kérdést? Még időt aljára, mert nem tudjuk kérdést. Akkor drágább, erről lemaradt most. És a Dobrev Klára által belengedett elszámolás az időrendben fog történni? Már hoztam ennek egy ajándékot. Drágám. Nemes egyszerűséggel a balliberális tömb nem veszik komolyan az elszámoltatást, mivel az elszámoltatás a mentelmi jog eltörlésével kezdődik. És ezt az egyetlen párt, ami hazánk mozgalom képviseli, egyik párt sem teszi fel a programpontjai közé a mentelmi jog eltörlését. Nem hagyhatjuk, hogy bekövetkezzen a lassú, sem a gyors nemzet halála. Tegyünk együtt azért, hogy legyen valódi elszámolás, és csattanjon a bilincs az elkövetők kezén.